Parancsoljon, képviselő úr. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt államtitkár úr, tisztelt képviselőtársaim. Soha nem látott magasságokba szökkentek az üzemanyagok árai, amely miatt az alapvető élelmiszerek, fogyasztási cikkek és szinte minden szolgáltatás ára is nő. A lakosság és a vállalkozók terhei is, és közben nem nagyon lehet érzékelni, hogy mit tesz a kormány annak érdekében, hogy ezeket a terheket csökkentse. Pedig 2008-ban az akkor még ellenzéki képviselő Fideszes Varga Mihály még úgy gondolta, hogy a kormánynak igenis van lehetősége a probléma kezelésére és a jövedéki adó csökkentésére, csak akarni kell. No hát, mi gátolja meg abba Varga Mihályt, hogy akarja, hiszen ma a kormánypárt miniszterelnöki hivatalának államtitkára. Akkor, amikor ezek a mondatok elhangzottak, 300 forint alatt volt az üzemanyagok ára. A Fidesz egy törvényjavaslatot benyújtott az országgyűlésnek, amely indoklásában az állt, az üzemanyagárak féken tartása azért különösen fontos, mert a benzin és a gázolaj árának emelkedése miatt más termékek is drágulnak, az infláció pedig tovább növekszik. A Fidesz akkor az üzemanyagok árának drasztikus csökkentésében látta a megoldást. Ma az üzemanyagok literenkénti ára már a 400 forint körül vagy e felett van. Milyen jó lenne, ha kormányon is így gondolnák, már csak azért is, mert a jövedéki adót most a Fidesz nem csökkentette, hanem megemelte, de ez törvénymódosítással csökkenthető, meg kellene próbálni az Európai Unió által meghatározott minimumra. Az üzemanyagok jövedéki adója fix összegű, tehát független az áraktól. Az áfa bevételek viszont emelkednek, ha nő a benzin és a gázolaj ára, és így januártól közel 6 forint emelkednek majd újra az üzemanyagok árai. Ez pedig természetes módon többletbevételként jelenik majd meg a költségvetésben. Most már persze csak az a kérdés, hogy hova megy el ez a többletbevétel. Kérdezem ezért államtitkár urat arról, hogy mennyi bevételt terveztek az üzemanyagok árának emelkedése kapcsán. Mekkora többlettel számolnak, és akarják ezt a többletet visszaadni az autósoknak, vagy azoknak a végfogyasztóknak, akik az árak emelkedésével rosszul járnak az üzemanyagárak emelkedése kapcsán. És végül szeretném megkérdezni azt is, államtitkár úr, hogy önnél még nem tiltakoztak a Fidesz képviselői, ha nem is minden, de legalább Varga Mihály, Fónagy János, Révész Máriusz vagy Szijjártó Péter a növekvő üzemanyagárak miatt? Ugyanis ők voltak azok, akik a legjobban sürgették a kormányzati tiltakozást 2008-ban, amikor még 300 forint alatt volt az üzemanyagok literenkénti ára. Várom tisztelettel válaszát.